Figyeljünk most már Tóthka Sándorra és Molnár Péterre, akik tavaly Milánóban világbajnokok lettek egy emlékezetes futamban, ahol gyakorlatilag visszalőtték az első rajtot, de ezt jó néhány egység nem hallotta, és ők is tiszterőből végigevezték a pályát, megnyerték, azt hitték világbajnokok, majd jött a hír, hogy új futamot írnak ki egy órával később. Na, azt is megnyerték, úgyhogy tényleg hivatalosan is világbajnokok lettek. Most viszont itt az olimpia előtt, tényleg az utolsó utáni pillanatban tudták csak meg, hogy jönniük kell összeülni a hajóban, és gyakorlatilag szabadságról, vagy egy kis szabadságról estek be. Azt mondták egyébként, talán éppen Tóthka mondta azt, hogy még jót is tett nekik, hogy nem úgy jöttek ide az olimpiára, hogy egy komoly felkészülés után esetleg rágörcsölve néhány dologra, hanem kvázi beestek, és nincsen rajtuk akkora teher most. Hát legyen így, és legyen ebből egy nagyon-nagyon jó futam. A realitás az, hogy tele van jobbnál jobb hajóval ez a futam, és hogyha a dobogó bármelyik fokára odaérnének Tóthkáék, az egy hatalmas nagy eredmény lenne, és azt hiszem, hogy minden fajta színű éremnek nagyon-nagyon örülnének. Ha csak bronz, annak is nagyon fognak örülni, ezt láthatatlanban mondom előre. De hát az ellenfelek borzasztó erősek. Van egy szerb hajó fönt az egyes pályán, Grujic és Novakovic, ők voltak a világbajnoki bronzérmesek Tóthkáék mögött Milánóban. Van egy francia hajó, Sébastien Gillével és Beaumont-nal, ők voltak a világbajnoki negyedikek tavaly. Aztán ott vannak a britek, akik Londonban az olimpián már egy bronzérmet szereztek, és mindketten világbajnoki ezüstérmesek. Tehát azt szeretném csak érzékeltetni, hogy tényleg a világ élmezőnye jutott ide be az A-döntőbe. Meglepetés nem volt itt, a számok nem hazudnak. Itt vannak Beaumont-ék. Aztán jön a Heath Schofield kettős majd. Londonban Postrigai és Gyachenko nyert, egy orosz páros, a fehér orosz Pietrushenka Maknyev kettős előtt, és Heath és Schofield lett a bronzérmes. A négyes pályán mellettük a litván Lankas és Ramanauskas, világbajnoki 5. EB 3. ez a hajó. A spanyoloknál Kraviotto és Toro a hajóban, Kraviotto borzasztó rutinos, Londonban volt egy ezüstérme, Pekingben pedig a kajakpáros 500 méteren olimpiai bajnok volt, Toro VB 6. EB 4. Itt van a mi hajó, Tóthka Sándor és Molnár Péter, a világbajnokai. Azt mondták, hogy nagyon élvezték az elemést. Hát legyen így, kívánom nekik, hogy most is élvezék, és valamilyen élmet akasszanak a nyakukba. A nagy ellenfelek, Rauhe és Riefsen a németektől. 2004-ben Rauhe volt már olimpiai bajnok párosban, 2008-ban ezüstérmes, 2000-ben Sydney-ben bronzérmes, Riefsen is volt már világbajnok. És végül a 8-asan a kanadaiak, Ryan Cochrane, illetve Furnell a londoni olimpián döntőztek, 7. lettek. Szóval fönt az egyesen a szervek, a kettesen a franciák, a hármason a britek, a négyesen Litvánia, az ötösen Spanyolország, a hatosan Magyarország, a hetesen Németország és a nyolcason Kanada. Alulról a harmadik pálya miért, hogyha valakinek esetleg így könnyebb belőni. Ez itt a litvánok hajójának az orra. Egy jó rajt az nagyon-nagyon fontos lenne, és aztán a végéig fogozni. Ez a szám erről szól. Itt nincs idő gondolkodni, nincs idő taktikázni, menni kell. Hajrá, fiúk! Nagyon jó lenne, ha a fiú a rajtot, és azt hiszem, hogy ez meg is van. Bár két pályában följebb a litvánok jöttek talán a legjobban. De nem jelent semmit, hogy a litván hajó őt mutatja a kamera, hogy őt is mutatja a kamera, és szóltók képesen nem fogok szintot lenni érzelmébe. Kísértő feszítéssel, hogy oda lehet, hogy őt is megtehetek, ha nem tudom megtenni ide. A kamerakos gyakorlatot és a zsutikon szakszolgéről őt is betegnébe, és kicsit a megállom, hogy őt gyerek, hogy őt is egy kicsit megújulti, elhagyta belőle valami eszínű életet. Hát biztos, hogy a spanyolok is egy kapatlapot. Majdnem azt mondom, hogy a rajt célgyőzelmet aratva. Senki nem tudja, még egyetlen egy páros a spanyolokon kívül nem emeli a kezét.
Azt tudjuk, hogy ők 32-075-tel nyertek, de hogy ki lett a második és a harmadik, azt egyelőre még senki nem tudja. És várjuk az eredményeket, hogy kiírják. Miközben a spanyolok teljes joggal örömködnek, mindenki ott van és figyeli. Nagy-Britannia, Litvánia. A második terv Nagy-Britannia, a londoni bronz utáni trióban egy ezüstérem, Litvánia pedig a harmadik, Magyarország pedig a negyedik. A mi eredményünk 32-12, jól számolom. Nem sokkal maradtunk el, de nem bizonyára. A litvánoknak 307 000, nekünk 337 000 a hátrányos spanyolokkal szemben.